Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Tárgyalás. Két tamási férfit vádolnak halált okozó testi sértés büntettével. Együttműködés. Nemzetközi Vállalkozói Fórum Szekszárdon. Mezei pocok. Az elmúlt évek enyhe telei miatt sok a kártevő. Városi farsang Bonyhádon. Rekordszámban vettek részt az eseményen. A szekszárdi törvényszéken folytatódott az az ügy, melyben két férfi felel halált okozó testi sértés büntette miatt. Az eset még 2022-ben történt Tamásiban. A vádlottak fizikailag bántalmazták a sértettet, aki később belehalt a sérüléseibe. A vádirati tényállás szerint 2022-ben a két vádlott életvitelszerűen együtt lakott az áldozattal, utóbbi Tamásiban található tanyájában. A két férfi többször is bántalmazta a sértettet. Az egyik alkalommal 10 000 forinton vitatkoztak össze. Ekkor a két vádlott megverte a sértettet, aki komoly fejsérüléseket szenvedett. Az ügyben ezúttal szakértőket hallgattak meg. A Tolna megyei Büntetésvégrehajtási Intézetben vizsgáltam. Ennek eredményeképpen megállapítható volt részére, hogy egy igen alacsony struktúrált, átlagalatti gyengébb intellektuális képességgel jellemezhető személyiség, aki kötődéseiben, kapcsolataiban alacsony hőfokú jellemzőket mutat, igen gyenge belső érzelmi indulati szabályzással jellemezhető, elsődlegesen egy egocentrikus, narcisztikus személyiségstruktúra mutatkozik, melyben az agresszív indítékok a helyzetileg könnyen indukálódnak és magas feszültségi hőfokon nyerhetnek és nyernek kifejeződést. A sértettet másnap kórházba szállították. A férfi egy hónap múlva elhunyt. A vádlottak bántalmazása következtében elszenvedett fejsérülések és a halálos eredmény között közvetett okozati összefüggés állapítható meg. Az előzmények és a gondfélet együttes értékelése alapján néhai halálának közvetlen oka a fejtörletbeli fontvalidatása okozta időt kemény urok alatti vérzés és fagyfúzódások alaján létrejött elhúzódó tudatzavar, következményes tüdőgyulladása okozta légzés és keringés érvénytelenség volt. Az ügyben nem született ítélet. Az esetet legközelebb március 19-én tárgyalják. A Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Enterprise Europe Network irodája közös tájékoztató fórumot szervezett, mely a vállalkozói külpiaci kapcsolatépítésre, együttműködési lehetőségekre hívta fel a figyelmet. A Nemzetközi Vállalkozói Partnerség Export Külpiacra Lépés című tájékoztató fórumon jártunk Szekszárdon. Hornok Jenőt kérdeztük a rendezvényről. Kamaránk egy mindenféleképpen hiánypótló megoldást és hiánypótló tevékenységet szeretne újraindítani 2024-ben. Egyébként egy sor újszerű tevékenységgel, feladattal indulunk el, és nyilván ugye a vállalkozások majd ezzel fognak, vagy ezekkel fognak találkozni. Visszakanyarodva a mai rendezvény apropóján, ez egy külpiaci tájékoztató fórum. Itt az elmúlt időszakban ez a fajta tevékenységünk egy kicsit háttérbe szorult, ezen szeretnénk javítani, fejleszteni. A vállalkozók belföldi és külföldi együttműködését elősegítő program a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával jött létre. Mindenféleképpen fontos feladat, hogy kamarai szinten támogassuk és a lehetőségekhez képest minél jobban segítsük az arra nyitott vállalkozásokat külföldi, akár külföldi piacokon való részvételre, üzleti kapcsolatok építésére. Schmidt Enikő projektvezető tájékoztatott bennünket a nem csak vármegyéken, hanem kontinenseken átívelő üzleti együttműködések lehetőségéről.
A mai napon, hát egy hosszú 2008 óta tartó nem együttműködésnek a végére értünk, és most egy új korszak indul. A Pécs-Baranyi Kereskedelmi és Iparkamaránál működik az Enterprise Europe Network iroda, ami egy regionális iroda, Somogy-Tolna-Baranyát fedjük le szolgáltatásokkal, és mint mondtam, ez egy nemzetközi projekt keretében, mi a kis- és középvállalkozásoknak adunk szolgáltatást avval kapcsolatban, hogy hogyan tudnak nemzetközi piacra lépni, külpiacra lépni, nemzetközi kereskedelmi vagy technológiai partnert találni, és minden, ami ehhez kapcsolódik, gyakorlatilag a teljes útját egy ilyen nemzetközi partnerkeresésnek mi tudjuk biztosítani. A két vármegyei kereskedelmi és iparkamarai együttműködés a jövőben több programot is szeretne indítani a helyi vállalkozók számára. Ennek a háttere nagyon sok szolgáltatás, nagyon sok olyan eszköz, amik díjmentesen rendelkezésére állnak a Somogy-Tolna-Baranya megyei kis- és középvállalkozásoknak. Schmidt Enikő külön felhívta a figyelmet, hogy a közeljövőben rendezik meg a Pollack Expo-t, illetve az azzal párhuzamosan zajló Buyers Mission and Open for Business 2024 nemzetközi üzletember találkozót. Most rövid híreink következnek. Ma kezdődött a 40 napos böjt, amelyel a keresztények húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek a hitben való elmélyülés, a kiegesztelődés és a lemondás segítségével. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia azt írta, a hús fogyasztása az ókori középkori ember számára ritka, ünnepi alkalomnak számított, vagyis az erről való lemondás az adott kultúrában valóban a bánat és az önmegtagadás alkalmas kifejező eszköze volt. A külső böjt gyakorlatként a modern ember felteheti magának a kérdést, mi az az érték, szokás az életében, amihez általában ragaszkodik, de az Isten előtti meghajlás jeleként lemond róla ebben az időszakban. A munkakörülmények jelentős javulását jelzik a 2023-as munkavédelmi adatok. A foglalkoztatottak számának folyamatos emelkedése mellett a 2022-es 21.273-hoz képest 2023-ban 20.658-ra csökkent a munkabalesetek száma. Ezzel párhuzamosan a halálos kimenetelű szerencsétlenségek száma közel 9%-kal csökkent. A munkavédelmi hatóság kiemelten ellenőrzi a fokozottan veszélyes ágazatokat és intézkedik a szabálytalanságok megszüntetése érdekében, továbbá a tájékoztatáson és a tanácsadáson keresztül is támogatja a szabályok érvényesülését. Egy online közvetítő cég várakozása szerint 500 ezeren is lecserélhetik lakásbiztosításukat márciusban. A 4,6 millió magyarországi lakó ingatlanból mintegy 3,3 millió van biztosítva, és évente 400-450 ezer váltás történik. Egy új szabályozás szerint a meglévő szerződést az évfordulója mellett idén márciusban is fel lehet mondani, és minden egyéb kötelezettség nélkül másikat lehet kötni, ami jelentősen élénkíti majd a versenyt a biztosítási piacon. Tolna vármegyében jelentősen felszaporodott a mezei pocok állománya. A rágcsálók az enyhe időnek köszönhetően most is aktívan élnek, így a kemény fagy hiánya miatt védekezni kell ellenük. A túlszaporodott mezei pocok jelenleg nagy veszélyt jelent úgy az ültetvényekre, a kertészeti kultúrákra, mint az őszivetésű szántóföldi növényekre. A vármegyékben a falugazdászok jelentése alapján ott a paksi járást érinti nagyon erőteljesen a pocok kártétel, de jelen van a vármegye minden egyes járásában is. Tulajdonképpen a huzamosabb és jelentős téli fagyoknak a hiánya miatt a termelőknek muszáj védekezni a mezei pocok ellen. Ezt a növényvédelmi tevékenységről szóló rendelet elő is írja kötelezően a gazdálkodók számára, tehát a csalétkes védekezés az, ami a legmegfelelőbb. Itt három szer az, amivel védekezni tudnak a termelők, ebből kettő a nébi eseti engedélyével használható. A pockok természetes ellenségei a ragadozó madarak. A termelők úgynevezett T-ülőfák kihelyezésével segítik elő ezen állatok jelenlétét az adott mezőgazdasági táblán, de sajnos ez a módszer jelenleg már nem elegendő.
Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Az LMP országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a gyermekvédelmi és gyermekjóléti rendszer megerősítése érdekében. A párt szerint sürgősen be kell vezetni a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot minden olyan munkakörnél, ahol fiatalkorúakkal foglalkoznak, beleértve a nevelőszülőket is. Kezdeményezik a gyermekvédelmi intézmények normatívájának, az itt dolgozók bérének nagy arányú emelését. Emellett szükségesnek tartják az egyéb pénzbeli juttatások értékének megőrzését és emelését is. Az LMP a családi pótlék összegét megduplázna és infláció követővé tenni. Az egyik kereskedelmi bank szerint Magyarországon a mezőgazdaság és az élelmiszeripar nyugodtabb évre számíthat az idén, mint 2023-ban. Főképp az állattartók kilátásai javultak, hosszabb távon kiegyensúlyozottabb időszak várható az agráriumban. A gazdasági környezet egyre kiszámíthatóbb, a műtrágya, takarmány és energiaköltségek csökkennek, a vidékfejlesztési pályázatok fellendíthetik a fejlesztéseket. Hosszabb távon a szántóföldi töménytermesztésben komoly átrendeződések várhatók, véget érhet az a korszak, amikor a magyar kivitel jó részt a gabonatermés alakulásától függ. A bonyhádi városi farsangot a Grimm mesék ihlették. A rekordszámú résztvevővel és a lovashintóval látványosra sikerült a felvonulás. A bonyhádi városi farsangnak több évtizedes múltja van. Idén valami újat próbáltak ki, mondta el nekünk Pestipus Adrien. Bonyhádi Német Önkormányzattal közösen szervezi a Művelődési Központ, és természetesen Bonyhád Város Önkormányzatának a támogatását is mindig megkapjuk a rendezvényhez. Az idei évben azért pont a Grimm mesék, mert mindenféleképpen egy olyan témát szerettünk volna, amihez könnyű idomulni, rengeteg mese származik tőlük. Igazából a Piroska és a Farkastól elkezdve a Csipke Rózsikán keresztül ugye a Walt Disney nagyon sok meséjüket feldolgozta, tehát a Hófehérke, az Aranyhaj, tehát annyira sok gyökere van ennek a témának, hogy úgy gondoltuk, hogy nagyon könnyű idomulni hozzá. A szervezők és a lakosok számára fontosak a hagyományaik is, melyekhez az újítás mellett ragaszkodnak. A Kreszlein Néptánc Egyesület fog műsort adni, a Völcség Néptánc Együttes, valamint Pece István és harmonikás növendékei fognak még minket szórakoztatni. Az idei évben újdonság az is, hogy itt a mögöttem lévő faházakat szintén dekoráltuk, és hogy az előbb is említettem már mesecímeket, tehát hatféle mesét örökítettünk így meg, ilyen dekordíszítés szempontjából is, valamint lovashintóval is készültünk, úgyhogy most a városban felvonuló, szerintem ezt kimerem mondani, hogy rekord hosszú tömeget, az most egy lovashintó vezeti fel. Csizmadiáni énekes Piroska a Kreszlein Tánc Együttes legkisebbjeit készítette fel az ünnepségen előadott táncra. A picikek, akik itt mellettem állnak, ők is a Kreszlein Zwerge mini csoport tagjai, és mi egy aranyos mesét adtunk elő, hisz ez a városi farsang a mese köré épült, a Grimm mesék köré. Mi a Don Rösszjent, a Csipke Rózsika mesét adtuk elő, és itt látható a Csipke Rózsika, a herceg is, meg a boszorkány is, aki az egész várat elvarázsolta. A telet búcsúztató rendezvény a Bonyhád 300 programsorozathoz kapcsolódik. Regionális híreink következnek. Szabadság, függetlenség, színház. Költségvetési vita Pécsen. Török befektetések. Gazdasági napot szervezett a Somogyi Iparkamara. Adónkból segíthetünk. Rendelkezni kell a felajánlásokról. Szabadság, függetlenség, fejlődés. Ezekkel a fogalmakkal hivatkozott a baloldali költségvetési elképzelésekre Pécs polgármestere. A képviselők elé került dokumentum szerint az állami hitel utolsó részletének kifizetésével megszabadul a kormányzati függéstől a Baranyai vármegyeszékhely. Azonban kiderült, hogy sokkal súlyosabb anyagi terhet vesz a nyakába az önkormányzat. Néhány hozzászólás a testületi vitáról. Jelentem, elvégeztük a munkát, amire 2019-ben vállalkoztunk. Így érkeztünk el ma a szabadság költségvetéséhez, a biztos, kiszámítható működés költségvetéséhez, a fejlődés
és a szociális gondoskodás költségvetéséhez. Így vezette fel a 2024-es év költségvetési tervezetének vitáját Pécs polgármestere. Péter Fiatila szerint ez a pénzügyi elképzelés a szabadság, a függetlenség, a fejlődés költségvetése. A vitát Barkóczi Csaba kezdte, akinek a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója jutott eszébe a hallottak kapcsán. Lipics Zsolt nyugodt szívvel alkalmazhatja önt, hogyha a következő helyhatósági választás nem jönne esetleg önnek össze. Azt gondolom, hogy remek előadóvá, remek színészi képességekkel rendelkező előadóvá fejlődött itt az elmúlt évek folyamán. A humoros megjegyzés után arra hívta fel a figyelmet a fideszes képviselő, hogy nem szabadult meg a város a hitelektől. Ez a benyújtott tervezet 14. mellékletében tetten érhető. Itt a 2024-es évnél 12.354.640.000 forintos kötelezettséget fog találni, és hogyha lapoz egyet és megnézi, a szintén ez a melléklethez tartozó, az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak adósságrendezettségi kötelezettségeit, akkor egy újabb 3.624.194.000 forintos tételt fog találni. Ezeket összeadva éppen azt a 16 milliárdos hitelösszeget kapjuk, amivel 2046-ig adósította el a baloldal Pécset, mondja a politikus. Esti mese felnőtteknek. Így minősítette a dokumentumot az ÖPE képviselője. A nagy baloldali választási költségvetésről. Egyszerűen nem tudom hova tenni azt, hogy miközben ön az expozéjában említi, hogy ez a szabadság költségvetése, úgy indították a ciklusukat, hogy alapvető képviselői jogainkban korlátoztak bennünket. Időkeret, napi rendelőtti, stb. Ez azóta is így van. Végül a szócsaták, viták után elfogadták az idei pécsi költségvetést, így most már a rendelet szerint mintegy 43 milliárdot fordíthatnak idén Pécs működtetésére. Török-magyar gazdasági napot szervezett a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara. Az eseményre somogyi vállalkozók is ellátogattak. A programon elhangzott, Magyarország és Törökország kapcsolata hosszú ideje stabil, kiegyensúlyozott, gazdasági és kereskedelmi tekintetben gyümölcsöző. Már épül a török Sziszecsem első európai üveg csomagoló anyagüzem Kaposváron. A 220 millió euró értékű zöldmezős beruházás éves gyártási kapacitása 330 ezer tonna lesz. Ez azonban csak egy a számos török beruházás közül hazánkban. A somogyi cégek is úgy gondolják, hogy érdemes kelet felé nyitni. A török gazdasági kapcsolatok fölértékelődnek, tehát ajánlatos a már KKV szinten is a keleti nyitás. Ugye Európa gazdasági gyengekedése után új partnerek után kell nézni, mint vevők, mint beszállítók tekintetében. A török gazdaság az egy nagy gazdaság, nagyon fejlett gépiparral rendelkezik, autógyártással, és számtalan olyan terméket gyártanak kedvező áron, ami esetleg magyar cégek részére érdekes lehet, mint beépülő alkatrész, illetve nyilván fordítva is érdekes lehet a magyar exportőrök részére a speciális termékeknek a török piacra juttatása. A lehetőségekről és a török kapcsolatokról tartottak gazdasági napot a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarában. Azt szeretnénk, ha minél több olyan cég lenne, aki például a mai tájékoztatás alapján elgondolkodna azon, hogy vajon az ő termékei piacképesek lehetnek-e Törökországban. Magyarország és Törökország kapcsolata hosszú ideje stabil, kiegyensúlyozott gazdasági és kereskedelmi tekintetben gyümölcsöző. A két ország közötti külkereskedelmi forgalom értéke az elmúlt években tovább nőtt. Két nagy részre lehet osztani itt a gazdasági kapcsolatok elemzését. Az egyik az a két oldalú árucsere forgalom, amelynek a nyomon követése és a számokkal történő igazolása az folyamatosan zajlik. Az nekünk is feladatunk volt annak idején, és azóta is most a kamarában is gyakorlatilag ezt a munkát végezzük folyamatosan. Elmondhatom, hogy
gyakorlatilag az elmúlt 5 évben szinte megduplázódott a két oldalú árucsere forgalom magyar szempontból, tudom ezt mondani. Nagyságrendileg 800 millió euróval több a magyar export, mint import, tehát pozitívban vagyunk, és hát gyakorlatilag majdnem, még a tavalyi első 11 havi adatokat látjuk csak, amelyek 800 millióval több forgalmat jelentenek, mint az előző esztendőhöz képest, tehát majdnem 4 milliárdot el fogjuk érni 2023-ra. A Magyarországra érkező importáruk között főként gépjárművek, fémalkatrészek, elektronikai berendezések, valamint textil és ruhaipari termékek vannak, hangzott el a SKIK rendezvényén. A szakemberek arról is beszéltek, Magyarország járműalkatrészeket, vegyipari termékeket, számítástechnikai és műsorszóró berendezéseket, élelmiszert és fémárut szállít Törökországba. A két ország kereskedelmi kapcsolatai 2015-től tovább erősödtek, tették hozzá. Bár még messze van, azonban ne felejtsünk el rendelkezni az adónk 1+1%-áról. Hívta fel a figyelmet a Baranyai NAV sajtóreferense. Barlai Krisztina stábunknak arról beszélt, hogy kik és hogyan segíthetnek a különböző szervezeteknek. A felajánlásokról május 10-ig kell dönteniük az adózóknak. Bárki, aki SZIA bevallást készít, rendelkezhet a megfizetett adója meghatározott részéről, mondja a Baranyai NAV sajtóreferense. Így a magánszemélyek, az egyéni vállalkozók és az őstermelők is rendelkezhetnek, ha összevont adó alapba tartozó jövedelmet szereztek, és az adót megfizették. Ezt a pénzt különböző szervezetekhez juttathatják az adózók. A kedvezményezettek egyik csoportjába a civil kedvezményezettek tartoznak, például a közhasznú tevékenységet végző egyesületek vagy alapítványok. A másik csoportba a technikai számos kedvezményezettek tartoznak, itt például a vallási egyesületek, szervezetek, egyházak szerepelnek. Ide tartozik a Nemzeti Tehetségprogram is. Az adó 1+1%-a adható így. Az adózó maga dönt, hogy a nyilvántartásban lévő szervezetek közül melyiket segíti adományával. Az 1+1%-ról lehet rendelkezni a 23 SZIA bevallás részeként, vagy pedig attól függetlenül is. Az a dolgozó, aki a munkáltatójának szeretné leadni ezt a rendelkezési nyilatkozatot, mindenképpen május 10-ig ezt tegye meg. A munkáltató fogja továbbítani a rendelkező nyilatkozatokat a hivatal felé. A kedvezményezetteknek kiutalandó összeget akkor teljesíti a hivatal, hogyha eléri az 1000 forintot. Lezárt borítékban tehetik ezt meg a magánszemélyek, úgy, hogy a borítékot annak ragasztott felületére átnyúlóan saját kezülekkel aláírniuk. Így biztosítják, hogy a munkáltató a boríték tartalmát ne ismerhesse meg. Az előző évek összesítései alapján a legtöbb 1+1%-ot olyan szervezetek kapják, akik gyerekeket segítenek, illetve állatok mentésével, jólétével foglalkoznak. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Tárgyalás. Két tamási férfit vádolnak halált okozó testi sértés büntettével. Együttműködés. Nemzetközi Vállalkozói Fórum Szekszárdon. Mezei pocok. Az elmúlt évek enyhe telei miatt sok a kártevő. Városi farsang Bonyhádon. Rekordszámban vettek részt az eseményen. Csütörtökön napközben zömében erősen felhős vagy borult idő lesz jellemzőbb. A felhőzetből elvétve előfordul szemerkélés, gyenge eső, de tartós, jelentős mennyiségű csapadék érkezése nem valószínű. Gyenge marad a légmozgás. A maximum hőmérséklet 4-5 fokkal várható magasabbra a február közepén megszokottól. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!